Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi szó is? November 11-én. Az indiai számítás szerint a hold a mai napon a határon van. Ezt érezzük is. Át kell lépni magunkat valamin, hogy legyen egy új kezdet, mert a hold a mai napon belép a szűz jegyébe. Nem csak a hold található itt, hanem Vénusz bolygó is kihat ránk, hölgyekre. Legyünk visszahúzódóak. Gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, hogy tudnánk az ötleteinket megvalósítani. Tervezzünk valamit, és ügyeljünk az anyagiakra. A szűz jegyének van gyógyító hatása is. Itt lesz gyógyulás, vagy van valaki, akinek ez a hivatása, és ezt szeretné megvalósítani. Megvan a gyógyító erő. A hold a mai napon az Uttara Palguna holdházban található. Azt jelenti, hogy megvan a belső erőnk ahhoz, hogy valamit kialakítsunk az életünkben, a környezetünkben. A mai holdház utal a szerelem energiájára is. Mars bolygó még mindig visszatekintő. Ez lelassítja az eseményeket, gyakran okoz fáradtságot is. De ez a visszatekintés utal a múltra, különösen a férfiaknál. Ők most nagyon visszahúzódóak, Mars bolygónak ma nincs kapcsolata más bolygókkal. A férfiak ezt így élik át, nincsenek a mai napon kapcsolatok másokkal sem. A Mars bolygó az a halak jegyében van, az a víz eleméhez tartozik, a halak energiája kihat rájuk, jelenleg visszahúzódóak, és érzik az álmokat, a vágyakat, a reményeket, de nem tudják, hogy hogy alakuljanak a dolgok, milyen döntéseket hozzanak, vagy ezt nem akarják most ők átélni, hanem egyedül szeretnének lenni kapcsolatok nélkül. Mars bolygó november 15-éig visszahúzódó, 15-én megáll, és 16-tól indul egy új irány, előre mennek az események. Ami még a következő napokban történni fog, az november 14-e, amikor a hold eléri azt a pontot, ami közel van a Földhöz, ilyenkor kívánhatunk valamit, ami megvalósul. És ez volt a mai felvételem. Mi szó is? November 11-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!